Az ország és képviselőket is kérjék számon, hogy mit művelnek. Szeretném nektek fölvezetni Árok Kornél, Kónya Pétert, a Székely Tamást, Székely Tamást, így van, és Székely Sándort, a Civil Kontroll 1 millióban a demokráciáért szervezetünk nevében. Bizonyára tudjátok, hogy 29-30... Bizonyára tudjátok, hogy 29-én indul a D-Day, eredetét tekintve teljesen törvényes körülmények között. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a rendőrség nem adta meg az engedélyt, egészen nevetséges indokokra hivatkozva. Sőt, mi több, azt is tudjuk, hogy most velünk egy időben a Jobbik engedélyezett tüntetését folytatja éppen a parlament előtt. Ilyen helyzetben, amikor mi mindannyian és az egymillióan a demokráciáért egyértelműen a tüntetést támogatja, kérdezzük őket, hogy na most akkor mi a helyzet. Tiszteltel köszöntök mindenkit, Kónya Péter vagyok, egy bóc forradalmát. És hát tényleg egy nagyon érdekes helyzetben ülünk itt ma. Nem gondoltuk, hogy idáig jutunk. 1688 nappal ezelőtt, pontos számot nem tudok, most utána kéne számolni, de körülbelül ennyi idő telt el. 1690? Mert tovább számolt itt a Tamás barátom közben. Nap telt el azóta, hogy a Fidesz frakció kordongott a parlament előtt azért, hogy az emberek élni tudjanak demokratikus jogaikkal, és alkotmányos jogaiknak megfelelően tüntethessenek adott esetben a parlament előtt. Ehhez képest bekövetkezett az a pillanat, amikor egy törvényesen bejelentett és demokratikus békés tüntetést megtilthatnak ma Magyarországon, és a rendőrség tiltó határozatot adhat ki rá. Egy biztos, a rendőrség betiltotta, mi meg megtartjuk. Ma még azt gondoljuk, hogy mi legalábbis úgy érezzük, hogy demokratikus országban élünk, a demokráciát meg kell védeni. Még van egy alkotmányunk, és vannak alkotmányos jogai, és ezt nem írhatja felül senki. Úgyhogy megtettük a bíróságon a bejelentést, várhatóan hétfői napon fog dönteni a bíróság arról, hogy a tiltó határozatot megsemmisíti vagy helyrehagyja. Hiszünk abban egyébként, hogy a bíróságok még függetlenek Magyarországon, és tulajdonképpen ezeket a tiltó határozatokat megsemmisítik. Vannak azonban alternatív lehetőségeink. Nyilvánvaló, hogy a bírósági döntésnek megfelelően fogunk mindenkit tájékoztatni arról, hogyha a bíróság helyre hagyja a tiltó határozatot, akkor milyen módon és hogyan fogjuk a tüntetéseket megtartani. De én mindenkinek azt tudom mondani, hogy 29-én 15 órakor a Clark Ádám téren találkozni fogunk. Szép jó napot mindenkinek, Árok Kornél vagyok, és Péter társadalmán egyetemben szintén bohoz. Egy kicsit én tovább mennék annál, amit Péter mondott. Én azt gondolom, nem a rendőrség tiltotta be ezt a demonstráció sorozatot, ez politikai döntés. Ezt mi sem támasztja jobban annál alá, mint hogy Vitézi úr, akinek ugye azért a családi összeköttetéseit ismerjük, erre a hétvégére lefoglalta fél Budapesten. A Clark Ádám tértől egészen, de a felszabadulást érik. Hősök terén, a Hősök terén András utat, hidat, mindent zártak nekik egész hétvégére. Ha ez nem zavarja Budapest közlekedését,
akkor azt gondolom, hogy egyetlen tér lezárása biztos, hogy nem bénítja meg a város forgalmát, hisz nincs az a két pont Budapesten, amiből egy tér kiiktatásával ne lehetne eljutni. Tegnapi nap találtunk egy érdekes cikket, először az amerikai Népszavonlájnon, utána megnéztük a police.hu-t, és érdekes párhuzamot vélek felfedni, az között 1690 napja lebontott kordon és a jelenlegi határozat között, ugyanis a Kossuth teret műveleti területté minősítették. A kordonokat ugye még nem építették fel, de a szabályozás már megvan hozzá. Így van, tehát 12-től, ehol 12-től október 31-ig van műveleti területté minősítve a Kossuth tér. Azt gondolom ennek ellenére, hogy a bíróság józan ítélő képességében bízva mind az elsői demonstrációt, a nagy tömegdemonstrációt meg fogjuk tartani a Kossuth téren és az Alkotmány utcában, mind a várban, amire ugye kértek, hogy vasárnap menjünk oda fel, mert egy maratoni futóverseny lesz, a helyszínt megkapjuk. Azt, hogy a Clark Kádán téren mi lesz, a bíróság hogy itt dönt, ebben sajnos nem vagyunk biztosak. De egy valami biztos, és ezt tegnap is elmondtam, attól a sok embertől, akitől névnapi jó kívánságokat megkaptam a Facebookon és különböző társasági portálokon, és megígérték, hogy 29-én meghúzzák a filmet, rajtuk számon fogom kérni, ha nem lesznek ott. Mert én biztos, hogy ott leszek. Látta tegnap a Bohóc ügyi államtitkárságnak új főosztályvezetője van. Kálmán Olgánál magyarázta azt, hogy a politika miért kell, hogy eltörölje ezt és megtiltsa ezt a demonstrációt. Kollégáimhoz én is azt tudom csak kiegészítésként mondani, hogy a vidék már készülődik. Nem lehet ezt így tovább hagyni. És biztos vagyok benne, hogy a bíróság figyelembe veszi azokat az alkotmányos jogokat, ami ma még az alkotmányban szerepel. Nekünk ott az utcán a helyünk, ez az egy terep maradt a politizálásra, és ha megnézzük azt, hogy a kormányzat milyen galád módon tiltotta be ezt a demonstrációt, majd másnap bejelenti január 1-től milyen intézkedéseket hajt végre a költségvetés egyensúlyba hozásához, ez egyszerűen remélem mindenkinek a szemét felnyitja. Én azt mondom, hogy merjünk nagyot ébredni, és ott kell lenni az utcán 29-től, ameddig kitartunk. Sziasztok, én Székely Sándor vagyok, a Egyműen Demokráciát Egyesület másik társelnöke. És én még mindezek az azt tenném hozzá, amit a kollégák elmondtak, hogy nagyon-nagyon kell megvigyázni arra, hogy ezeken a rendezvényeken, amiket tartani fogunk, tömegtüntetéseken is, hogy határozottan erőt kell mutatni, de semmiképpen sem szabad atrocitásokat kiprovokálni. Nem szabad, hogy minket provokálnak, és magunknak is vigyázni kell, hogy esetleg minek kövessünk el olyanokat, amikkel azt mondhassák, hogy provokáció. Tudnék egyértelműen ez a célja a hatalomnak, hogy erre a megmozdulás sorozatra ráhúzhassák azt, hogy hát itt gyakorlatilag egy csűrhe randolírozik a városban, vagy az országban. Ha ezt el tudjuk kerülni, és a megmozdulásoknak méltóságot tudunk adni, akkor én úgy gondolom, hogy el tudjuk lesz. Hadd csatlakozzak a Sándor barátomhoz. Egyértelmű, hogy a Bohóc forradalom azért mutatott irtózatosan nagy erőt, mert nagy tömegben békésen meg tudtuk csinálni ezt a demonstrációt. Sokkal nagyobb erőt jelent az, hogyha nem kukákat borogatunk, autókat gyújtunk fel, hanem tömeggel tudunk erőt demonstrálni. Arra készülünk egyébként, békés demonstrációra készülünk, mindenkit megjuttathatok. A rendvédelmesek sem készülnek másra. Mi tőlünk nem fog függeni azt, hogy békés maradjon ez a demonstráció. Ebben biztosak lehettek. Ami,
Ami talán nagyon fontos kérdés, hogy amikor tavasszal elindultak ezek a folyamatok, akkor a rendvédelmesek indították el ezt az egészet. Ma már messze nem a rendvédelmesekről szól ez a dolog, hanem egy jóval szélesebb körű társadalmi összefogásra van szükség. Itt már azt lehet mondani lassan, hogy nem csak a nyugdíjunk van veszélyben, nem csak a munkatörvénykönyvében a munkavállalóknak biztosított jogai vannak veszélyben, hanem a demokrácia van veszélyben Magyarországon, és föl kell ébredni Magyarországon minden egyes olyan embernek, aki értéknek tekinti a demokratikus alapelveket, és ezért ki kell állni érte. Egyetlen mondat, nem csak a Kornélnak a névnapjára várunk mindenkit nagyon sok szeretettel 29-én, hanem a jókat ismereteim a Tamásnak a születésnapja is ugyanarra a napra esik, ezért őt is köszöntjük majd vele együtt 29-én a Kartárlán téren. Köszönöm szépen! Én csak annyit kívánok, hogyha megráncigáljátok a Kornélnakat egyébként is nagy fülét, akkor annyira ráncigáljátok, hogy fülig érjen, vagy földig érjen utána a füle. Legyetek annyian! Közben a kollégáikat maguk ellen kirendeli. Nyilván, hogy ezt nem egyszer, nem százszor végig beszélték és végig gondolták. Valamit erről mondjon, mert ez olyan nagyon nehéz elképzelni egy civil embernek, hogy hogyan, mi történik. Áll egymással szemben az egyik rendőr szolgálatban és parancsal, és a másik pedig éppen a törvényt, legalábbis azt a törvényt, amit ő törvénynek gondolnak, megszegi. Mi van ilyenkor? Azt hiszem, talán életük legnehezebb kérdését kaptuk meg. Egy dolog biztos, hogy mindenkinek el kell gondolkodni, és azok az emberek, akik ma a rendvédelem területén szolgálnak, legyenek ezek katonák, rendőrök, tűzoltók, vámosok, bárki, az esküjüket a köztársaságra tették föl és le, és arra, hogy megvédik az emberek alkotmányos jogait. Ezt senkinek nem szabad elfelejteni. Azt is tudni kell, hogy abban az esetben lehet parancsot megtagadni, ha az törvénysértő. Azt gondolom, hogy ha egy békés demonstráció az emberek az alkotmányos jogai és egyéb jogai védelmében demonstrálnak, akkor törvénysértő az a parancs, ha ezt fel akarják oszlatni. Ebben az esetben nyilván a kollégáim mérlegelni fogják, hogy mit tesznek. De nem lehet lemodellezni. Ezt az adott szituáció adja meg mindig, és nagyjából ez az, amit tudok erre a kérdésre válaszolni, és annyit hagy válaszoljak, hogy itt nem a rendvédelmesek fognak tüntetni, hanem itt a magyar állampolgárok fognak tüntetni. És nem csak mi, remélhetőleg. Egy gondolatot még hagy fűzzem tovább azt, amit Kónya Péter mondott. Egyrészt a demonstrálók nem fognak törvényt sérteni. Ez egy egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy nézzük meg azt, hogy az elmúlt időszakban, amikor szakszervezeti megmozdulás volt, akkor történt-e bármiféle törvénysértés? Nem történt. Tehát aki a szakszervezet hívószavára kimegy az utcára, az nem azért megy ki, hogy kukát borogasson vagy provokáljon. Mi a munkavállalói jogokért megyünk ki, és azért, hogy a demokrácia valóban demokrácia maradjon, és a Magyarország köztársaság maradjon. Nincs többről szó.